Első számú irányítója és legeredményesebb játékosa az anyai örömök előtt álló Tamara Radojevic nélkül fogadta jóformában érkező Érdet a Kisvárda. Az első félidőben fej-fej mellett haladtak a csapatok, 30 perc játék után 14-14-re állt a mérkőzés. A második játékrész elején 4 góllal elléptek a hazaiak, de az Érd ledolgozta hátrányát, majd a vezetést is átvették Szabó Edina tanítványai. A Kisvárda ugyan mindent megpróbált, de végül 2 gólos érdi győzelemmel ért véget a találkozó. Nagyon boldogok vagyunk a győzelemmel és a 2 ponttal. Tudtuk, hogy egy nehéz mérkőzés vár ránk Kisvárdán. Jól felkészített csapattal találkoztunk. Az utolsó pillanatban tudtuk meg, hogy az egyik kulcsjátékosuk nem szerepel a jegyzőkönyvben. Úgyhogy erre nem tudtunk készülni. Azt hiszem, hogy ugye nagyon jó dolgait azért nekezim is készültünk. Azt általában megtudtuk, sokat megtudtunk belőle valósítani, de aztán sok olyan buta hibát is elkövetett a csapatunk, amivel nehéz helyzetbe kerültünk, illetve a jó lendületünket megtörtük. De azért szerencsére a stabilitás megmaradt akkor is, amikor elhúzott a második félidőben az ellenfelünk. A hazaiak vezetőedzője Bakó Botond a vereség ellenére sem volt elégedetlen csapata teljesítményével. Én büszke vagyok a csapatomra és a lányokra, még akkor is, hogyha nem szereztünk pontot, mert azt gondolom, hogy végignézve a mai csapatunkat, névsorunkat és a lehetőségeinket talán mondhatom, hogy mindent kiadtak magukból, és nagyon-nagyon közel volt esetlegesen egy pontszerzés is. Én bízom benne, hogy megmarad ez a tartásunk és a hitünk. Bízom benne, hogy tudunk még annyit fejlődni, hogy esetlegesen megnyerjünk akár ilyen hőfokú mérkőzéseket is, ha bár azt gondolom, hogy most jelen pillanatban az Érd előrébb tart, mint mi. Viszont azt is gondolom, hogy jól helyt álltunk, és amíg gyűlölök is veszíteni, és gondolom mindenki, akkor is ma nem vagyok dühös a csapatra, illetve a lányokra, mert azt gondolom, hogy kiadtak magukból mindent. A kisvárdai Siskapálma 6 gólig jutott a mérkőzésen. Az átlövő bízik abban, hogy a vereség ellenére is építkezhetnek a találkozóból. Úgy érzem, hogy nagyon kiélezett meccs volt, és örülök, hogy a csapatunk tisztesen hely tudott állni, és a védekezésünk is, meg a megbeszélteket, amit a Boti kért tőlünk, úgy érzem, hogy be tudtuk tartani. A védekezésben és támadásban is fegyelmezettek voltunk. Hát volt egy hullám pont úgymond a csapatnak a másik fél időben, ami sajnos ott azért közé tudott rakni. Úgy érzem még, hogy a végén is benne volt a pontszerzés lehetősége, hát sajnos most nem sikerült, de megyünk tovább, építkezünk. Az NBA tabellájának élén a Győr áll 16 ponttal, megelőzve a 15 pontos Siófokot. A Kisvárda 7 ponttal a 7. helyen várja pénteki dunaújvárosi vendégjátékát.